az adó változtatásával, hanem számolunk egy olyan lehetőséggel is, hogy a következő időszakban rohamosan és húzamosan csökken a dohányvásárlás, akár dobozosról, akár használatiról, akár miről van szó. Tovább haladva a törvényjavaslatban, hagyd mondjam el, hogy éppen azért vagyok zavarban, mert vannak olyan elemek, amelyek nemhogy támogathatóak, kifejezetten kívánatosak is. A háziorvosi praxisok ügyében kétségtelen, hogy egy ilyen intézkedés segíteni fog. A háziorvosi ellátottságra rátekintve az állapítható meg, hogy háziorvosaink öregszenek. Rohamosan öregszenek, és nagyon nehéz azt elképzelni, hogy vajon mi következik majd utána, hiszen a praxisok értékesítése az hát nem bevett gyakorlat, és elég nehéz is, mondják ők. Az, hogy az öröklést, tehát a családon belüli illetékmentes átadást ez a javaslat elősegíti, az szerintem teljesen rendben van. Rendben van, mert nagy valószínűséggel segít abban, hogy ez a praxis fennmaradjon, tovább éljen, a háziorvos elláthassa a betegeit, és ezzel oldjon azon a helyzeten, ami ebben a háziorvosi világban most már egyre inkább általánossá válik. Ha ez a javaslatnak az indoklása, akkor én ezt a javaslatot elfogadom, és hogyha jól értem a javaslatot, akkor elfogadom, hiszen azt szeretném, azt gondolnám, hogy ez a javaslat ne csak arra szolgáljon, hogy az orvosi családon belül tehermentesen lehessen a praxist megszerezni, hanem arra is szolgáljon, hogy védje az ellátást, ellátási biztonságot adjon, ellátási kényelmet nyújtson mindazoknak, akik az adott házi orvosnál bejelentkeztek a kártyájukkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a javaslattal semmi probléma nincs. Egy azonban mégis van. Ugye a költségvetési szempontból rátekintünk a képre, van egy indoklás a dohányáruk és az E85-ös üzemanyag ügyében, ami azt mondja, hogy hát itt költségvetési bevételt kell produkálnunk valamilyen módon, az eredetileg eltervezett költségvetési bevételt azt elő kell állítanunk, és itt meg lemond egy bevételről, tehát a fejemben nem nagyon tud összeérni az a gondolat, hogy akkor most mi történik, mennyivel tettünk jót a költségvetésnek természetesen. Az első két javaslata is, mennyi a kiesés a másik ágon. Folytatva ezt a gondolatsort, azt kell, hogy kérdéssé tegyem, hogy vajon az adott törvényjavaslatban az alkalmazott megoldások azok mennyire állják ki majd az időpróbáját. Ha lehetőségem lesz államtitkár úr vitazáróját meghallgatni, akkor arra lennék kíváncsi, hogy mennyire alkalomszerűek ezek a megoldások, amelyek most itt születnek, és mennyire időtállóak ezek a megoldások. Az lenne igazán jó, hogyha a megoldások időtállóak lennének, és akkor itt kanyarodok ki a standolás helyzetére. Mert hogy mind a két vitapartner, mind Dancsó képviselőtársam, mind Pál képviselőtársam úgy értékelte, hogy például Havis Tandolás ügyében egy vita végére értünk. Én remélem, hogy így van, és örülni is fogok neki, hogyha egy vita ezzel véget ért. Standolni egyébként nem azért kell, nem azért volt előírva, hogy a vállalkozó, aki egyébként egy éttermet, szállodát, vendéglátóját üzemel, az jól érezze ettől magát, és meg legyen védve mondjuk a alkalmazottai manipulációitól, hogyha ez egy szalonképesebb változat az én számból, hanem azért kellett, hogy mindenki számára világos legyen, hogy nem fordul meg jövedéki adómentes termék az adott vendéglátó helyen magyarul. Azt kellett valamilyen módon garantálni, hogy nem zuppálinka, nem csempészet szesz, nem csempészet cigi kerül ott elárusításra. Minden termék, ami ott van, azért megfizették az árát, számlával onnan, ahonnan kell, az állam megkapta érte a magát megillető bevételt. Ha a javaslat arra is gondol, és én ezt próbálom a területhez értők Pál képviselőtársam, Dancsó képviselőtársam szavaiból kivenni, hogy ha az ellenőrzés ennek megoldott, akkor azt gondolom, hogy ez a standolási história ezzel valóban lezárulhat. Valóban lezárulhat, mert akkor nem kell különösebben kutakodni, akkor meg üzemeltetni kell azokat a mechanizmusokat, amelyek ellenőrzésként működnek.
Kis ördög egyébként bujkál bennem ebben a tekintetben, és azt meg kell, hogy mondjam képviselőtársaim, ha még igénybe vehetem a türelmüket. Ugye elgondolkodtató az az adat, amely a 29 pontos akcióterv egyik pontjánál a szabad pálinka főzésnél bukkan fel. Az elmúlt évben rohamosan csökkent a bérfőzetésnek a befizetett pénze. Magyarul az emberek tényleg főznek ezek szerint otthon szépen. Én bízom abban, hogy saját használatra természetesen, és ezt otthon iszogatják meg, és dicsérik a saját maguk által főzött pálinkát, és csak a kis ördög bujkál bennem, amikor azt képzelem el, hogy ennek a pálinkának egy része a falusi kocsmában landol mindenféle fajta különösebb számla, jövedéki adó, meg nem tudom én mi nélkül, és ott szépen iszogatják az emberek, nem beszélve azokról a bögrecsárdákról, amelyek furcsa módon még mindig üzemelnek a falvakban, és így tovább. Ezért tehát standolási ügyben én természetesen örülök annak, hogyha ebben konszenzus van ellenzék és kormánypártok között, legyen úgy, legyen garantálva, hogy mindenki szabályosan beszerzett termékeket árusít, azonban néhány adat azért gyanút kelt ebben a dologban, különösen az, amikor azt olvasom, hogy ebből a bérfőzetésből számított bevétel több milliárdos nagyságrendű, ami kiesésként jelentkezett. Ezek szerint tehát emberek főznek, és valóban azt meg is isszák, remélhetőleg nem ott isszák, ahol egyébként nem kellene, ahol egyébként most már standolni sem kötelező. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, az előterjesztésnek az egyéb pontjait nem érinteném. Részben azért, mert számítok arra a bizottsági vita alapján, hogy szintén ellenzékben lévő képviselőtársam, Nyikos bizottsági elnök úr érinteni fog még néhány olyan pontot, amelyek lényegesek és fontosak. Összességében azonban erről a furcsa összeállítású törvényről, amelyben hát sajátos logikára van felfűzve, hogy miért került elénk, és miért szerepel együtt ennyi egymástól eltérő ügy. Azt mondom, hogy támogatható elemek keverednek meggondolandó elemekkel, ezért tehát a törvény további tárgyalása, a benyújtott módosító indítványok, és hát az egész vita lefolyása fogja eldönteni, hogy vajon ezek a egymástól teljesen eltérő ügyek, azok hogyan állnak össze egy támogatható, vagy általunk nem támogatható egészé. Összességében ehhez a salátához, vagy ehhez a fradi kolbászhoz én sok szerencsét kívánok, meghallgatva majd a különböző véleményeket, nyilván mind a frakciónk, mind a személyes állásponton is kialakul ebben. Elnök úr, köszönöm szépen a szót és a lehetőséget. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Két perces hozzászólások következnek. Elsőnek Dancsó József képviselő úrnak adok szót, őt majd Sejrin Gábor képviselő úr fogja követni. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, csak ezt a együtt gondolkodás vagy meggyőzési folyamatot szeretném Tukacs képviselő úrban erősíteni. Szóval hozta itt a praxis jognak a illetékmentességét, hogy igazán nem tudja, hogy ez mennyiben van paralel azzal az elképzeléssel, hogy a költségvetési folyamatokat mindenképpen kordába kell tartani, és a kitűzött hiánycélt tartani, és ez vajon mennyivel csökkentheti a költségvetésnek a bevételeit. Én utána néztem ennek, én is kíváncsi voltam erre, és átlagosan évente 3 ilyen praxis jogot érint ez az illetékmentesség, tehát úgy gondolom, hogy a költségvetési hatása tekintetben elhanyagolható már az ország költségvetését tekintve, tehát remélem, hogy ezt az aggodalmát ezzel a kis kétperces időkeretes hozzászólásokban el tudtam oszlatni, és erősítettem önbe azt, hogy érdemes támogatni ezt a törvényjavaslatot. Abban viszont bízom, hogy ez valóban azt a fajta folyamatot erősíti, amely azt eredményezné, hogy Magyarországon a házi orvosi körzetek azok jobban betöltöttek legyenek, és valóban egyfajta mozgás, mobilitás következzen be, és épp ennek a javaslatnak az eredményekét lehet, hogy évente átlagosan nem 3, hanem én annak se, azt sem bánnám, hogyha mondjuk 30 ilyen ügy lenne, és terhelni ez a költségvetést, mert ez azt jelenti, hogy a magyar háziorvosi szolgálat az ellátott, és jobban ellátott, mint manapság vagy mostanság. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, képviselő úr, és ahogy említettem, Sejrin Gábor képviselő úr következik, parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, sajnálom, hogy Józsa képviselőtársam kiment, mert a Józsa képviselőtársam és Dancsó képviselőtársam között zajlott vitához szerettem volna röviden hozzászólni, izgalmas volt hallgatni. Józsa képviselőtársam biztosan olvasta Mesterházi Attilának az írását tegnap a Népszabadságban, aki kiadta az új irány, zöld fordulatot, és ennek jegyében támogatta a bioatanolt, a biodízel használatát, gondolván, hogy ez megfelel a zöld fordulat programjának, a biodízel, bioetanol használata az egy nagyon zöld dolog lenne. Hát jelentem, hogy előről kellene kezdeni a gyors zöld talpalót, vagy a zöld gyors talpalót, mert hogy a biodízel és a bioetanol nagyon nem egy fenntartható közlekedési, nagyon nem egy fenntartható üzemanyagfajta. Érdekes volt hallgatni ugyanakkor Dancsó képviselőtársam válaszát, ugyanis még egy októberi, hogyha jól emlékszem, október-november környékén volt egy törvényjavaslat, amely jó részt uniós jogharmonizáció volt, de lett volna a kormánynak mozgástere, hogy milyen úton teljesíti az uniónak az előírásait. Ott arról volt szó, hogy az unió előírt egy adott szintet, hogy meddig kellene csökkenteni a közlekedésből származó széndioxid kibocsátást, és erre a magyar kormány azt látta egy gyakorlatilag egyedüli lehetőségként, hogy növelje a biodízel, bioetanol felhasználását a közlekedésben. Erre mondtuk mi akkor, hogy ez egy alapvetően rossz irány, nem a biodízel arányát kellene növelni, hanem a vasúti közlekedés arányát, vissza kellene szorítani a városi autóhasználatot, előtérbe helyezni a közösségi közlekedés, ilyesmit. Akkor a kormány nem ezt az irányt látszott támogatni. Én nagyon örülök, hogy most valahogy bekövetkezett a Fideszen belül a zöld fordulat, és hirtelen a bioetanol hát B-listára került. Én kívánok kitartást ehhez az irányhoz, mert ez a helyes irány. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Folytatjuk a két perces felszólalásokat. Dancsó József képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Sejrin képviselő úr fővetésére szeretnék reagálni itt a széndioxid kibocsátás kapcsán. Ugye én úgy tudom legalábbis, hogy a hazai előállítású bioetanol üvegházhatású gáz kibocsátás az 69%-kal kevesebb a fosszilos üzemanyagokénál. És ez azt jelenti, hogy jelentősen hozzájárulhat a teljes energiafelhasználást érintő kötelező széndioxid kibocsátás vállalás teljesítéséhez. Tehát ez egyfajta irány a bioetanol használata, jelentősen csökkenti e tekintetben a széndioxid kibocsátást, tehát vélhetőleg ez egy jó irány. Hogy mennyire jó irány, azt sem ön, én úgy gondolom, nincs abban a helyzetben, sem én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt meg tudjam ítélni, már csak a technológia folyamatos javulása és előrehaladása kapcsán is. Én személy szerint azt mondom, hogy valószínűleg a villamos áramú, illetve a hidrogén alapú használat az szerencsésebb lenne, vagy jobb lenne, viszont sem technológiailag, sem pedig forgalmazás szempontjából Magyarország erre nem készült föl. Inkább ezen kellene gondolkodni, hogy megítélésem szerint hogyan és mi módon lehet és kell adott esetben ilyen jellegű bioetanol további terjeszkedését gátolni, elősegíteni, kordába tartani, mert ez adhat majd választ arra, hogy a széndioxid kibocsátás vonatkozásában ez hasznos vagy szerencsés út-e Magyarország számára. Viszont az adottságainkat, azt, hogy mezőgazdasági adottságok vagyunk alapvetően, nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, és ez határozza meg alapvetően a széndioxid kibocsátásra vonatkozó előírások teljesítését is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Két perces hozzászólásra Sejrin Gábor képviselő úr következik az LMP képviselőcsoportjából. Őt majd Volner János képviselő úr fogja követni. Köszönöm a lehetőséget. A Dancsó képviselőtársam most mégiscsak elszomorított. Az előbb még a bioetanol meg a biodízel ellen érvelt, génmódosításra hivatkozott. Én még emlékszem azokra az érvekre is, hogy a kormány a nagyüzemi mezőgazdaság helyett a kis és családi vállalkozásokra építő mezőgazdaság mellett van. Most akkor hogy van ez? Mi nem támogatjuk alapvetően a biodízel, bioetanolt. Való igaz, hogy a széndioxid kibocsátás terén jobban teljesít,
ugyanakkor számos más paraméter alapján egy nagyon nem fenntartató irány. Nem fenntartató irány azért, mert a birtokszerkezet tekintetében rossz irányba tereli a mezőgazdaságot, nem fenntartató irány, mert a biodiverzitás tekintetében egy jelentős romlást eredményez. Mi azt az irányt támogatnánk egyébként a mezőgazdaságban, hogy kisléptékű, családi gazdaságokra építő, minőségi termelést folytassunk, ne pedig nagyüzemi kukoricatermeléssel, esetleg génmódosított termeléssel vegyünk részt itten a bioetanol versenyben. Úgyhogy most hát nem tudom, furcsa helyzetben vagyok, mert még az előző felszólalásában önérvelt a biodízel meg a bioetanol ellen, most pedig éppen mellette érvelt, most akkor nem tudom, hogy melyik itt a helyes irány. Én bízom benne, hogy az a helyes irány, amire éppen a törvényben is szó volt, ott arról beszéltek, hogy emelni kívánják az agroüzemanyagnak a jövedéki adó mértékét, akkor én a törvényben foglalt Fidesz szellemiséghez szeretnék csatlakozni, és az előbb elhangzotthoz nem. Köszönöm szépen. Szintén két perces felszólásra következik Volner János, a Jobbik képviselője. A Csók képviselőtársam, nyilván ön is tájékozott, és tudja jól, hogy Amerikában, pontosabban az USA-ban, ahol elindultak ebbe az irányba, és gyakorlatilag ilyen napnyugtáig lehet menni egy-egy kukorica földön belül, akkora mennyiségben termelnek kukoricát. A bioetanol termeléséről ott is mostanában kezdenek leszokni éppen a felemlegetett hátrányai miatt. Tehát én azt javasolnám a kormánynak, hogyha meg szeretné fogni ezt a problémát, akkor elsősorban az egyéb hátrányai miatt próbálja megfogni. Most ugyanis azt láthatjuk, és maga a törvényjavaslat indoklása is arról szól, hogy gyakorlatilag a kormány nem tesz egyebet, mint hogy egy újabb pénzbehajtást csinál, és mellesleg azokat a bioetanol üzemeket lehetetleníti el, akik korábban rengeteg pénzt ruháztak be egy-egy új vállalkozásba. Én egyébként egyetértek azzal, hogy ezen a területen nincs szükség egy ilyen túlzott támogatásra, azonban rá szeretnék világítani arra a kettős beszédre, amit itt önök folytatnak. Pénzbehajtásról van szó, képviselőtársaim, a Fidesz jól körvonalazódó, pénzbehajtó munkájának a töretlen folytatásáról. Semmi egyébről nem szól ez a javaslat, megpróbálnak pénzt szerezni a költségvetés számára, majd pedig ezeket a saját önös szempontjaik alapján elosztogatják különböző rétegeknek. Lásd például a Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr által 500 milliárd forintos adóhátrányként említett egy kulcsos adó bevezetését, amely az APEC által közölt jövedelmi statisztikák alapján mindössze a munkavállalók 15%-ának jár. Tehát ezek azok az önös szempontok, amire különböző módokon, különböző eszközrendszerrel, most éppen egy gazdasági salátatörvénnyel önök megpróbálnak költségvetési forrást teremteni. Köszönöm szépen! Szintén két perces felszólalással következik Dancsó József, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Talán nem meglepő, hogy Sejrin képviselő úr hozzászólására muszáj reagálnom, még már nem terveztem, hogy most ebben a körben szólok, de azt hiszem nem én értettem valamit félre, hanem ön, hiszen én egy szóval nem említettem itt a génmódosított kukoricatáblákat, nagyüzemi mezőgazdálkodást. Nem tudom, honnan hallotta ezt képviselő úr, vagy csak szerette volna hallani, nem tudom, de én ezekről nem beszéltem a hozzászólásomban, tehát valószínűleg valamit nagyon félreértett, vagy félrehallott, tehát azt szeretném javasolni, hogy máskor nagyobb figyelemmel hallgassa a hozzászólásomat, és akkor ilyen tévutakra nem fog tévedni. Egyébként pedig, hogyha figyelte volna képviselő, mint elmondtam, akkor elmondtam, hogy most az adottságaink a bioetanol vonatkozásában vannak meg, ennek megvannak a korlátai, hiszen az Európai Uniós előírásainkat, világban megegyezés alapján az előírásokat tartani kell. Én elmondtam azt is, hogy én igazán annak örülnék, hogyha a hidrogén alapú, vagy az egyéb zöld energia, elektromos energia alapú üzemanyagok, vagy meghajtás lenne az, amely leginkább elterjedt. De például nincsenek nagy vízi erőművek Magyarországon, lehet, hogy ön támogatja ezeket, azt én nem tudom, a zöld gondolat jegyébe. Nyilván ezt majd el fogja egyszer mondani, ha más nem a folyosón kívül, hogy ne terheljük ezt a vitát most ezzel a kérdéskörrel. És abban az esetben ezeket a technológiákat, amelyek jelenleg kiforratlanok és rendkívül drágák, és a hatásfokuk megkérdőjelezhető, akkor ezeket lehet alkalmazni. Én kifejeztem azt, hogy én igazán ennek örülnék,
de jelenlegi adottságaink még ezt nem teszik lehetővé. Talán egyszer, valamikor, talán a közeljövőben ezt lehetővé teszik, és akkor elsősorban erre kell koncentrálnunk. Most ilyen irányba kell lépéseket tennünk, én bízom benne, hogy a megfelelő megoldásokat és kompromisszumokat a szakemberek meg fogják ebbe találni. Köszönöm szépen, elnök. Két perces reagálásra megadom a szót Volner Jánosnak, a Jobbik képviselőjének. Képviselőtársam, Dancsó úr, föl szeretném hívni valamire a figyelmet, hogy miért is hívjuk a Jobbikot EU-szkeptikus pártnak. Hát azért, képviselőtársam, mert önök azzal érvelnek egy-egy gazdasági javaslat megtétele mellett vagy ellen, hogy mi felel meg az EU előírásoknak, mi felel meg különböző nemzetközi kötelezettségvállalásoknak, mi pedig valódi nemzeti pártként az ország, a nemzet érdekét szeretnénk szem előtt tartani, és ennek megfelelően szabnánk meg a gazdaságpolitika irányát. Megjegyzem, képviselőtársam, amiről ön beszél, az egy változékony, múlékony divat. Az egyik évtizedben éppen az atom felé, meg a bioetanol termelés felé fordul a gazdaság az egyik nagy gazdasági tömbben, mondjuk az Európai Unión belül. Aztán a következő évtizedben változik a divat, változnak az előírások, és teljesen ellenkező irányba megy az egész folyamat. Ilyen a bioetanol gyártás, de egyébként hát két hete vettünk részt Brüsszelben egy energetikai konferencián. Ott például a németek, osztrákok el is mondták, most éppen az olaszok is csatlakoztak hozzá, hogy tekintettel arra, hogy változott a szélirány, föl fogják az atomerőműveket számolni egymás után, amiket egyébként korábban éppen a fosszilis energia kiváltása miatt annyira preferált a környezetvédelmi okokból. Itt sem másról van szó, önök folyamatosan a nemzetközi megfelelési kényszerben szenvednek, ennek alapján használják föl a jogalkotás eszközeit itt az országgyűlésben, és nem a nemzeti érdeket, nem a magyar gazdasági érdeket tekintik elsődlegesnek. Hát ez az az út, amelyben a Jobbik az országgyűlés összes pártjától meg tudja magát különböztetni, és ez az az út, amelyen nem szeretnénk önökkel együtt tartani. Köszönöm szépen! Tisztelt országgyűlés, visszatérünk az előre bejelentett felszólalók köréhez. Megadom a szót Nyikos Lászlónak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként szeretnék visszatérni a vita elejére, ahol, amikor Herman István képviselőtársam, a bizottságunk tagja tájékoztatott röviden minket arról, hogy a Költségvetési Bizottsági vitában milyen polémia volt, és én magam is egyetértettem volna az államtitkár úrnak a szakmai véleményével. Annyi korrekciót szeretnék ezt tenni, hogy arról döntöttünk, hogy általános vitára alkalmas-e ez a törvényjavaslat, és azzal valóban egyetértettem, ami korán sem jelenti azt, hogy a polémiában az ő érveit el tudtam volna maradéktalanul fogadni. Ennyit a jegyzőkönyv számára. Hitelesség kedvére. A következő gondolatom, örülök annak, hogy Dancsó képviselőtársam a kormánypárti illetékes szónok megemlítette a salátatörvény jelleget. Én figyeltem az ő hozzászólását, mindig figyelni szoktam, mert sokra becsülöm a szakértelmét és a tapasztalatait. Azt viszont sajnálom, kedves Dancsó képviselőtársam, hogy ilyen könnyedén elment a saláta jelleg mellett. Hogy Zakson, hát saláta, saláta, amit lehet vele kezdeni. Na most én ugye elvből utálom a salátának ezt a változatát, mert én nem vagyok polihisztor alkat. Itt ugye nagyon sok mindent tanultam már megint, hogy a kémiától kezdve a biodízeltől a szivarka áfájáig, tól egészen a könyvvizsgálói kötelező értékhatárig. Szóval én ilyen széles spektrumban nem tudom követni az eseményeket. És ezért aztán nem szeretem ezeket a saláta jellegű törvényeket, és ezért vannak fenntartásaim, képtelenség ezeket a politikai improvizációkat, a napi kényszereket és a rövid távú gondolkodásnak ezeket a hát nem túl termékeny módszereit követni. Egyébként hadd említsem meg, talán nem tudja mindenki, hogy a lajtán túl ott ugye bizonyos korlátai vannak az ilyenfajta törvénykezésnek, és én nagyon szeretném megérni, ha nem is ebben a házban, de még a hátralevő éveimben azt, amikor a magyar jogalkotás is egy olyan kulturális színvonalra emelkedik, hogy önmaga nem engedi meg a mindenkori kormánynak, hogy ilyen salátával etesse a parlamentet. Ugye 6 vagy 7 törvénynek a tárgyalásáról van itt szó,
És a másik általános gondolatom az, amit szeretnék elmondani itt az államtitkár úrnak, hogy a tegnap éjszakai vitában is elmondtam, hogy másik törvény kapcsán éjszaka ugye a köztársaság ez évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatok a módosításáról volt szó. Elmondtam, most is elmondom, mindig elmondom, hogyha helyzetbe hoznak és rákényszerülök, hogy nincs ennek a saláta törvénynek sem indokolása van, hanem hatásvizsgálata. Kérem tisztelettel, az új jogalkotási törvényt már ez a regnáló kormány, illetve parlamenti többség alkotta meg múlt év őszén. Tehát nem az a jogalkotási törvény van hatályban, ami sokáig hatályban volt, és azokat a szabályokat sem tetszenek betartani, amit a saját maguk által hozott törvényben leírtak. Hogy tudnék, kell olyan számításokat, elemzéseket, becsléseket, hatásokat bemutatni, amelyek alapján a törvényhozó számára világossá válik, hogy mivel kell szembenéznie. Ezek a számítások teljes mértékben hiányoznak. Akár a bevételi oldalon az adóból remélt bevételeket tekintjük, akár az a bizonyos fölösleges adminisztráció, vagy hogy nevezik, bürokrácia lenni, harcból remélhető előnyök, ezek a számítások mind hiányoznak. Én tisztelettel kérem, hogy tessék ezeket a törvényi előírásokat betartani, mert hogyha önmagunk sértjük meg a saját magunk alkotott törvényeket, akkor mit várjunk az átlag adófizetőtől? Hát akkor milyen példát mutatunk mi? Ha nem kell mindent komolyan venni. Elmondtam, megint elmondom, ismét is a tudás anyja. Az angolok azt mondják, hogy mi angolok kevés törvénnyel dolgozunk, de azokat halálosan komolyan veszük, és nagyon ritkán változtatjuk meg. Ti a kontinensen, a kontinentális jogban edzett németek mondjuk, szintén sok törvényt, szabályt alkotnak, de betartják. Betartják az utolsó rendeletüket is. Aztán itt vagyunk mi, magyarok, akik nagyon sok törvényt hoznak, meg mindenféle szabályt, aztán nem tartják be a felét sem. Hát ezek vagyunk mi, így törvénykezünk mi. Nem jól törvénykezünk. Rossz törvényeket hozunk, nem átgondolt törvényeket hozunk, utána improvizációk vannak, és áttekinthetetlenek, unalmas vitákba fulladnak, meg éjszakai álmokba szenderülünk ezeknek a vitáiban. Kérem tisztelettel, én a 6 vagy 7, már nem is tudom pontosan, törvény közül lényegében 2-nek a kommentálásával foglalkozom, és arra szeretném felhívni a figyelmet, miután ugye hiányolom azt, számíteli törvényről és a könyvvizsgálói kamaráról szóló törvényről van szó. Ugye itt is hiányoltam, megkérdeztem a Költségvetési Bizottsági vitában, hogy mit szól ehhez a módosításhoz mondjuk az Országos Számíteli Bizottság, mint civil szervezet, aminek egy nagyszerű, fiatal, tehetséges tanszékvezető a vezetője. Vagy mit szól hozzá a könyvvizsgálói kamara? Sajtóból tudom, hogy a Matolcsi miniszter úrral tárgyaltak a kamara vezetői, de hogy ezekből milyen következtetések adódtak, milyen számítási és egyéb eredmények ismerhetők meg, nem tudunk ezekről semmit sem. Ezért aztán én a következőt szeretném itt az önök figyelmébe ajánlani. Rendkívül rossznak tartom azt a szemléletet, amivel a pénzügyi kormányzat ezt a kérdést kezeli. Tudnék a kötelező könyvvizsgálati limitnek a megemelését. Itt csak ilyen jelzőket hallottam, pejoratív jelzőket, hogy adminisztrációs terhek csökkentése, bürokrácia csökkentése. Hát kedves képviselő társaim, a hites könyvvizsgálat, ami Magyarországon 1930-ban nyert először polgárjogot, az egy olyan preventív eszköz, az egy olyan módszer, eljárás, amit a nálunk fejlettebb országokban jelesül, az angol száz országokban, Angliában, Skóciában már korábban használtak, egy fontos társadalmi funkciót tölt be. A közérdeket védi azáltal, hogy a gazdálkodó szerveknek, jellemzően a részvénytársaságoknak a pénzmozgását, a pénzügyi nyilvántartásait, adó számításait, vagyongazdálkodását és egyéb ezekről szóló beszámolókat, mérlegeket, pénzügyi kimutatásokat ellenőrzi, független szakemberként minősíti, és szavatolja a tulajdonosnak, szavatolja az adófizetőnek, szavatolja a banknak, akinek erre szüksége van, hogy ez a részvénytársaság, ez a társaság rendben, korrekt módon gazdálkodik. Ugye ez a hites könyvvizsgálata a II. Világháború utáni események
következtében megszűnt, 40 éves szünet következett be, míg nem a rendszerváltással egyidejűleg a privatizáció magával hozta a könyvvizsgálat újjászületését, és most túl vagyunk a zeniten, most nekem úgy tűnik, hogy ezt a szakmát, ami rendkívül fontos, mert a korrupció megelőzésének az eszköze is, ezt a szakmát fölösleges adminisztrációval, meg bürokráció növeléssel minősíti a pénzügyi kormányzat,